Sziasztok! Hello Szeged365.hu family! Bevallom nektek őszintén, ha pár héttel ezelőtt azt mondta volna nekem valaki, hogy januárban ilyen csodálatos napsütésben, ilyen fantasztikus kilátásban itt fogok állni, akkor azért nem biztos, hogy elhiszem. Enyhe az időjárás, és a Cédrusliget lakópark pedig csodálatosan szép. Nagyon szépen köszönjük nektek egyrészt, hogy ilyen rekord mennyiségben olvastok bennünket, köszönjük szépen. Másodjára azt is nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy folyamatosan külditek a kérdéseket a Cédrusliget lakóparkkal kapcsolatban. Én pedig megígértem, így hát betartom, Lekegy Márka barátomhoz megyünk, a Cédrusliget lakópark ügyvezetőjéhez, akinek feltesszük a kérdéseket. Több érkezett egyébként ilyen befektetési szándékkal, különböző pénzügyi konstrukciókról, valamint megkérdeztétek azt is, hogy ez a csodálatos belső park milyen funkcióval bír, úgyhogy ezeknek most gyorsan utána járunk, és ne felejtsétek el, ha bármilyen kérdésetek van, küldjétek el bátran. Most akkor beszaladunk az egyik lakásba. Nagyon köszönjük, hogy megint fogadtál bennünket. Elképesztően sok kérdés érkezik folyamatosan ugye a Cédrusliget lakóparkról. Hát egyrészt már Szeged365.hu olvasó nézőinek mondom, hogy megmutatjuk azokat a képeket. Ilyenkor, hogy jön föl a lap, ilyenkor a legcsodálatosabb ez a belső kert. Arról is kérdeztek többen. Viszont kezdeném üzletileg, hogyha szabad. Több kérdés érkezett, hogy milyen konstrukciók vannak. Egy részről már beszéltünk is bizonyos befektetésekről, de úgy tudom, hogy azóta azért még több konstrukciót kidolgoztatok. Igen, most három különböző csoportra tudjuk szerintem bontani azt, hogy milyen ajánlatokkal dolgozunk most, és miket tudnak az új lakásvásárlók elérni, főleg most ebben az időszakban, amikor mindenhol azt olvassuk, hogy lelassul minden, és mindenki óvatos, ezért szeretnénk egy picit mindenkinek bemutatni, hogy ez egy biztonságos és egy jövőre tervezhető forma, és egy befektetés is egyben a Cédrusliget. Jól tudom, azért nálatok még nem érződik ez, vagy nem is fog érződni, tehát nagyon nagy a kíváncsiság és a befektetési hajlam itt a lakópark irányában. Nagyon sokan jönnek, nagyon sok az érdeklődő, most már, hogy gyakorlatilag meg van nyitva minden parkunk, meg van nyitva az áruházunk, átjárható az összes lakás, már úgy tudnak ugye az emberek lakást vásárolni, hogy ha leülnek, kiválasztanak egyet, akkor holnap után beköltözhetnek a lakásba. Sokkal egyszerűbb így, és nem rébuszokba kell beszélnünk, hogy ez milyen jó lesz, meg milyen szép lesz, hanem idejön, tényleg leül az irodába, kinéz az ablakon, fölmehet a lakásba, meg tudja nézni, hogy mi újság. Nagyon sokan kíváncsiak is rá, nagyon örülünk, bárki tud időpontot foglalni, még hogyha csak tényleg kíváncsi, és eljön, és hátra fölkelti az érdeklődését ez az egész, vagy elmondja a szomszédnak, hogy hú, ez milyen jó, mert láttam. Ez van, tehát mindenkit nagy szeretettel várunk. Nyitottak vagytok tehát, és milyen konstrukciók vannak, amikkel most tudjátok fogadni a vásárlókat? Többfelé akartuk bontani a fókuszt ezzel első körbe, ami már december óta megy, és itt az energiaválság, vagy az energiabiztonságnak az alapjaira hoztuk létre, ez gyakorlatilag az, hogy 5 éven keresztül mi álljuk a fűtés számláját az új lakásvásárlóknak. Ez nyilván azért lehetséges, és azért tudunk ilyen nagyvonalú ajánlatot tenni ezzel az egészen, mert az a geotermikus fűtésrendszer, amit ebbe a lakóparkba létrehoztunk, és ami üzemelteti ezt az egészet, ez egy abszolút tervezhető és jövőben mutató megoldás, így semmi sem a lakók nem vállalnak kockázatot ezzel a beruházással. Ezzel a megoldással egy kérdés rögtön van, hogy azért 5 év után, mert az ördög itt van, tehát bocsánat, hogy felteszem ezt a kérdést, de hát a Szeged 365 már megszokta, hogy mi mindig belekérdezünk, de 5 év után nem az lesz, hogy akkor dupla árat kell fizetni, mert az elején nem fizetünk, ilyenkor bennünk van a kis ördög, hanem tulajdonképpen ti garantáljátok azt, hogy a geotermikus fütés mindig kedvező áru lesz, mint mondjuk egy gázzal való fütés. Abszolút, ez gyakorlatilag ez önmagából eredeztető, hogy ez egy lokális helyi megoldás, nem gázt égetünk, nem drága és világpiaci kereskedelemben mozgó termékekkel vagy energiaforrásokkal dolgozunk. Nem függünk a külső körülményektől. Innentől kezdve alulról a felhozott víz, az reméljük, hogy 30 év múlva, sőt tudomásunk van róla, és ez egy tanulmányra alapult, hogy itt sok 10 évig még elérhető geotermikus vízmennyiség van. Ugye nyilván vissza is sajtoljuk ezeket, tehát elvileg ez egy kiapathatatlan forrás, így számunkra is egy
egy abszolút tervezhető, ugyanúgy, ahogy a vásárlók számára is egy tervezhető dolog lesz. Nyilván az, hogy nagyon zöld és nulla kibocsátás, és abszolút ebbe a 2030-as karbon semlegesség meg egyéb körbe beleillik, ez egy nagyon, nagyon jó plusz. Mindig az, legalábbis jelenleg még az az első, hogy de fizet-e valaki többet azért, hogy karbon semleges legyen. Ebben az esetben hál' Istennek az a végleges verzió, hogy nem is kell többet fizetni azért, hogy ez a karbon semlegesség is meglegyen. Azért nem kell félniük a vevőknek attól, hogy hú, itt a geotermia sokkal drágább lesz majd, mint hogyha a gázzal kéne fűteni, mert vannak gázkazánok is beépítve a Cédrusligetbe, központi nagy ellátók, főleg azért, hogy biztosítsuk azt, hogy ha valami történik a geotermiával, akkor nem maradjanak fűtés nélkül az emberek. De nyilván, ha nem jöhet el, de ha eljönne az az állapot, hogy a geotermia drágább lesz, mint a gáz, akkor egészen egyszerűen úgy határozhat itt a lakó gyűlés, hogy nagyon nagytől kezdve ők akkor a gázzal fognak fűteni, és akkor a gázt használják. Tehát ergo nem mehet föl a gázára fölé a fűtés, de meg se fogja közelíteni a gáznak az árát ezzel a megoldással. Ökölszabályként használjuk, de nyugodt szívvel állítjuk mindenkinek, hogy a mindenkori gázárnál legalább egy 30%-kal olcsóbb és karbonsemleges vagy nulla kibocsátású fűtési rendszerrel tudnak 5 év után is, 10 év múlva és 20 év múlva is gondolkozni ebbe az egész. A szegediek egyértelműen imádják azt, hogy a városukat, hogy zöld város, hogy ezáltal azért azt meg tegyük hozzá, hogy ez azt jelenti, hogy sokkal tisztább a levegő Szeged felett, tehát bárcsak ilyen lakóparkok épüljenek a jövőben is mindenütt Szegeden, akkor ugye már nem bocsátanak ki olyan dolgokat, amik ugye károsak tulajdonképpen az itt élőkre. Úgyhogy ez már win-win helyzet értelemszerűen, mert még ráadásul a pénztárcánkat is kíméli. Mondtad még, hogy kitaláltatok, vagy megterveztetek még két pénzügyi konstrukciót? A második az elsősorban befektetők számára létrejött konstrukció. Abból indultunk ki, hogy maga a projekt azért országos szinten is felkeltette nagyon sok embernek az érdeklődését, és azzal a hozzáadott értékkel, amivel itt a lakások bírnak, azon az árszinten, amivel a Szeged és a Szeged átlag mondjuk egy Budapesthez képest mozog, még mindenképpen egy nagyon kecsegtető befektetést jelent bárki számára. Viszont, hogyha nem ipari méretben próbálná ezt megcsinálni, de ő Miskolcon él, de nagyon tetszik neki ez az egész, nincs szegedi kötődése, még nem nagyon tudja, hogy mit kezdjen ezzel a lakással, de csak úgy nem fog itt vásárolni egyet, mert igazából idézőjelben nyűgnek tartja, mert ki kell majd adja, lesz egy albérlője, lesz bárki. Nincs ideje, és nincs messze ideje, van, hogy van, ezzel így napi szinten. Ha nem akar ezzel operatíve foglalkozni, akkor ő eddig nem ruházott be. Most az a konstrukciónk, hogyha valaki ilyen befektetési célra vásárol lakást, akkor mi tőlük a vásárlás pillanatába fixen visszabéreljük ezt az ingatlant. 3200 forint per négyzetmétert fizetünk érte, ez gyakorlatilag az átlag szegedi albérletnek az ára, amit mi azonnal 2+2 éves időtartamra megkötünk vele egy szerződést. És gyakorlatilag neki semmi gondja ezzel az egésszel, hogyha kiszámolja, a mostani árakhoz hasonlítva, ez nagyjából egy éves szintű 5%-os return vissza jelent a befektetésére. A ti szemszögetekből is nézem, tehát azon kívül, hogy értelemszerűen segítetek, ezt azért tudjátok ti megtenni, hogyha jól látom, de javíts ki, ha nincs igazam, hogy nektek alapból megvan az az apparátus, ti alapból tudjátok kezelni tulajdonképpen az egész lakó parkot, és így nektek is megéri, mert tulajdonképpen akkor tudtok vele foglalkozni napi szinten. Így van, ugye nekünk az értékesítés során is, meg jelenleg is nagyon sok érdeklődő van, aki nem megvásárolni szeretné az ingatlant, hanem beköltözik diák, egyetemista, új házaspár, stb., akik nem lakást vásárolnának, hanem csak bérelni szeretnének. Mi, mint Cédrusliget lakópark, a saját ingatlanjainkkal ilyen bérbeadással eddig nem foglalkoztunk, meg elsősorban az értékesítés volt a szempont, és ezért
gondoltuk így, hogy ezeket a lakásokat mi egy közös a saját menedzsmentünk alá hozzuk, és gyakorlatilag mi fogjuk elvégezni az összes olyan teendőt, ami egy lakás bérbeadásával kapcsolatos, mi kötjük meg a szerződést. Onnantól kezdve, hogy a beruházó ezt megvásárolta, mi visszabéreljük tőle, gyakorlatilag semmi dolga vele. Ő bármikor fölmondhatja, van egy felmondási idő, de ő bármikor azt mondhatja, hogy köszöni szépen, hogy most már kéri vissza a lakását, mert lejön a gyerek, valaki talált, saját albérlő talált, akitől több magasabb albérleti díjat tud kérni. Mert ez egy nincs beleszorítva semmi olyanban. Nincs az ő oldaláról semmiben nincsen beleszorítva, ez bármikor kiléphet ebből a szerződésből ő. A mi oldalunkon viszont egy olyan portfóliót kapunk effektíve, amit utána az ilyen bérlők, jelölteknek tudunk közvetíteni és ki tudunk adni. És van egy harmadik pénzügyi konstrukció, igen, ez újabb történet, itt idén januártól kezdtük el igazából ismertetni. Erről még nem is hallott a Szeged 360. Erről valószínűleg még nem is hallhatott az olvasó sem. Ugye jelenleg nagyon nehéz lakás céllal hitelt fel, vagy nehezebb, mint mondjuk egyre nehezebb, mint az elmúlt időszakban. Főleg ezekkel a banki kamatokkal, egyebekkel azért most meg tud gyűlni a baja az embernek, hogy egy olyan fix, vagy akár a változó kamattal, meg nem is beszélve olyan lakáshitelekhez jusson, ami rövid távon neki megfelelő, vagy hasonlít az előzőekhez képest. Ezért azt érezzük, hogy nagyon sokan inkább kivárnak egy picit azzal, hogy hát ha itt a háború vagy a gazdasági helyzet, azért nagyon reméljük, hogy nem sokára rendeződni fog, és akkor újra visszatérnek azok a lehetőségek ilyen lakáshitelek, lakásfinanszírozásokra, amik eddig megszokottak voltak most már az elmúlt időkben. Ezért most mi azt határoztuk meg, vagy azt találtuk ki itt a Cédrusligetben, hogy ha valaki lakást szeretne vásárolni, akkor most már 20% önerővel beköltözhet, kiválasztja a lakását ugyanúgy, mint hogyha most megvásárolná, és 20% önerőtől beköltözhetővé válik ez az ingatlan számára. Van egy határozott idejű szerződésünk, ez egy picit, ez nem ennyire exakt, hogy meg van határozva minden egyes paramétere, hanem ez függ attól is, hogy éppen mekkora önerével akar kezdeni valaki, mekkora... Tehát rugalmasan tudunk hozzáállni, így van, ebben abszolút rugalmasan. És gyakorlatilag úgy néz ki a konstrukció, hogy kötünk egy előszerződést, egy adásvételi szerződést, hogy az mától 5 éven belül fixen meghatározzuk már ma az árát az ingatlannak, tehát nem zsákba macskát vesz valaki, hogy majd ha 5 év múlva 20% infláció akkor, hanem ma rögtön meg tudja, lelokkolja azt gyakorlatilag, hogy mennyiért fogja megvásárolni ezt az ingatlant, befizet egy adott önrészt, és köt velünk egy gyakorlatilag albérleti szerződést addig, amíg ő meg nem vásárolja ezt az ingatlanát. Tehát így már kiválasztotta, nem albérletbe kell jönnie, vagyis félig albérletben van, de már úgy van az albérletben, hogy tudja, hogy a következő időszakban ő ezt szeretné megvásárolni, ezt a lakást. Hogyha mégse tudja megvásárolni valamiért, akkor egészen egyszerűen csak fölbontjuk a szerződést, ő visszakapja az önerejét. Ugye nyilván ez nekünk azért idézőjelben jó, vagy egy megvalósítható forma, mert amíg ő nem fizeti ki a teljes összegét a lakásnak, addig ő albérletben van effektíven állunk. Innentől kezdve, ha eláll ettől a vásárlási szándékától, mi fillére pontosan az utolsó forintig visszaadjuk az önerejét, és gyakorlatilag olyan, mintha albérletben lett volna itt nálunk, viszont úgy tud egy lakásban lakni, hogy ha a következő egy évben, másfél évben már hozzá tud jutni olyan lakáshitelekhez, bármihez, igen, akkor ő bármely pillanatban mondhatja, hogy innentől kezdve nem albérlet, hanem meg kifizettem a teljes összeget, és onnantól kezdve ő lakik a lakásban. Ez jól hangzik. És ami a legfontosabb, hogyha ezt még azért eláruljuk a Szeged365.hu family tagoknak, hogy ti tulajdonképpen munkaidőben itt vagytok, kollégák, és hogyha bárkinek bármilyen kérdése felmerül, akkor tud telefonálni, írni, idejönni személyesen, és akkor segítetek neki. Persze, abszolút. Nyilván, ha itt lakik, akkor is, de hogyha valaki ezzel kapcsolatban nem jut most hitelhez, nem akar, vár egy picit, és egy ilyen konstrukció szimpatikus neki, akkor ezzel abszolút tud minket keresni, és utána ez már egyedi megbeszélés, vagy elbírálás kérdése, hogy kivel és hogy csináljuk ezt.